te piro, feri aba me mero, alom 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 shadila na 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 na. Párnugraszt azt jelenti fehér ló. A legenda szerint Árpád fejedelem egy fehér lovat ajándékozott Svatopluk szláv fejedelemnek, cserébe a Kárpát-medencét kapta. Úgy tűnik szerencsés választás volt a fehér lóra tenni, hiszen napjainkra a Párnugraszt együttes Európa szerte ismert. Zenéjükre ezrek mozdulnak táncra. Mai adásunkban Paszab községbe látogatunk, ahonnan a családi alapon szerveződött Párnugraszt együttes származik, az ország egyik legkeletibb szögletébe, ahonnan tehetségük fényes csillaga az európai világzenébe röpítette őket. Az együttes, amely a falu apraja nagyját összetartja, immár 15 éve működik. Cigányok többségben dolgoznak, a másik fele meg ilyen, de szerintem ez ilyen mindennapos dolog, tudod, hogy így semmit se tudnak csinálni, mert munka nincs, és így élnek. Az, hogy ma főzök, eszek, aztán majd, hogy holnap mi lesz, az kérdés érte. De szerintem nem csak itt van, ez mindenfele itt van, úgy van. Sokan mondták, tudod, hogy jöttek ki, hogy sokkal rosszabb dolgokra számoltak, szegényesebb környezetre. Például a szomszédfaluban, Tiszabercen, ami állapot van, az jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon galád. És azért érzi magukat szegénynek az emberek, ugye, mert ma vannak, holnap meg majd lesz valamiért. Tehát szóval nem úgy vannak, hogy egy hétre valón van, és akkor nyugodtan meg vagyok, nem kell gondolkozni, hogy hónap után mi lesz, hanem már ma vannak, holnapra már gondolkozni kell a fejüket, hogy legyen a holnapi következő, az utáni nap, tudod. Et la chaussée, mourir en mi, la chaussée, mourir en mi. Et tu nori bomba, et tu nori bomba, bomba. Et tu nori bomba, kala murar en mi, adebla. Et tu nori bomba, et tu nori bomba, bomba. Et tu nori bomba, kala murar en mi, adebla. Ez mennyi macskán, fa nézd oda. Figyelj, nézd meg, de még amarra ment egy barna. Teli vagyunk állatok, hát mi kell ide? Kell ide, ja, uszág, malac meg, van itt annyi uszág, mint az tényleg. Sokan vannak. Ügyes asszonyok, a feleségem, meg anyám is. Pont kim voltunk túrnézni, hazajöttem, azt mondják, hogy na menjünk malacot tenni, mondom, miért? Ha szedtünk egy csomó tengert, mondom, honnan szedtétek? Kimentünk mezgén, azt egy nap alatt szedtünk azt egy fél kassa. Mit csinálunk ki? Hát válogassuk a cuccot. Amit hoztam az alapítványtól a rászorulók részére. Mi ilyen hátrányos helyzetű település, ez a miénk, és nagyon szegény népek lakják. Lelkiekben nagyon gazdagok, mert mi szeretjük egymást. Mindegy, hogy cigány vagy magyar, itt nincs az, hogy én most ezzel nem állok szóba, mert ez cigány. Itt mindenki együtt van, volt a jótékonysági bál szombaton, mindenki együtt mulatott magyar. Mindenki. Úgyhogy én ennek külön örülök, mert nem nagyon hallok én ilyen községet, mint Paszab, hogy itt a magyarok ugyanúgy vesznek, mintha az ők hozzátartozók lennénk. Jég dúj trístár pársom, itt a okto ijedés. Mi stojmo? Szalonna nálatok rendben van ez az élete. Jó? Pimpa, ez a kis tám olyan szép, mint egy három lábú szép. Kérem szépen, megjött a világhírűt. Egy húszas táncos, Tóth Gusztán, alias Vén Gusti. De nem a le Budapesta, de siga volt szokkelát. Diában ezt kérdezt, nem tudom a lődő. Saját lakásomban gyakorolnak. A felnőtt csoport is és a gyermekcsoport, illetve a felnőtt csoport Ibrányban is kapott helyet. Mert ugye Budapestre mentek a lemezbemutatóra, és a harmadik lemezük jelent meg a Párnugrasznak, és Ibrányba kaptak helyet, hogy ezeket véghez tudjék. Jaj, a kicsi fiam. Jaj, szia! Ennyi a hazamat, jövünk nem sokára, jó szívem?
Ott van mama. Aztán majd jövünk, elmegyünk egy pár helyre, jó? Szia! Úgy képzeld el, hogy ezelőtt, 2 évvel azt mondtam, hogy nem igaz, hogy ez a gyerek nem örökölt tőlem semmit, hát mondom. Semmi zenei érzéke, mondom. Hát hogy létezik ez, tudod? Még abban a korszakban volt, hogy igazából nem nagyon érdekelt ez a dolog. És akkor az történt egyik évről a másikra, hogy elkezdett billentyűzni, elkezdett zongorázni. De úgy magától, tudod, itt a gyerekek, vele egy idősök, meg egy évvel idősebb tőle, tudod, billentyűzött, és szerintem kedvet kapott hozzá. És elkezdett billentyűzni, aztán azt annyira jól csináltam, mondom, fiam, ha én vennék neked egy harmonikát, tehát azon is tudnál. Hát azt mondja, lehet. Na, vettem neki egy harmonikát, és elkezdett rajta játszani. Már most igen komoly emberek, zenész emberek, például Szalona. Ő mondta, hogy nagyon komolyan harmonikázik a srác. Mondom, ne ürítsen meg. Már mikor ő mondja, akkor, és említett harmonikásokat, hogy azt mondja, lenyomja. Úristen, mondom. Tudod, mert nekünk nem feltűnő, mi nekünk ugyanazért, tehát, hogy mi gitározunk, meg zenélünk, de nem tudom az akkordot, csak hallom, azt játszok utána ugyanúgy billentyűvel, mindennel. Érted? És nekünk az nem feltűnő, mikor a gyerek úgymond így előttünk felépül. Azt látom, hogy egyre jobb, de nem is tudom kihez hasonlítani, mert nincsen ugye harmonikás, csak azt látom, hogy a gyereknek elkezdem mondani, hogy ezt a nótát kísérd már le, meg csináljad már, és akkor magától egy-két órán belül visz rá olyan dolgokat, hogy azt mondja az ember, hoppá, már ezt tud valami. Iskolában egyszer volt az, hogy írni kellett, hogy a télről mi jut eszünk. Én nagyon kicsi lehettem, olyan, nem tudom, hanyadikos, harmadikos. Igen, mert még alsó tagozatos voltam. És ugye én elkezdtem írni, hogy a szegénység, a hideg, az, hogy ez nincs, az nincs. És akkor úgy magam előtt láttam az egész dolgot, tudod. És mikor ezeket megírtam, akkor a tanárnő megkérdezte, hogy az enyém az nagyon jó, mert nagyon élethű dolgokat írtam le, de honnan tudtam azt? És tudod, szégyeltem azt mondani, hogy az ember ezeket átélte, és mondtam, hát mondom, csak úgy jött. Mikor egyszer mentem egy nagy kabátba, egy ilyen nagy posztókabátba, és az osztályfőnököm kigúnyolt, tudod, kajakra kigúnyolt, hogy én olyan kabátba mentem, hogy jaj, de rosszul esett az Istenem. És többet nem vettem fel azt a kabátot, inkább úgy mentem mindig zakóba, meg pulóverbe. És meg fáztál, rendesen. De az annyira rosszul esett, tudod, és azon vagyok, érted, hogy az én gyerekeim ne éljék át ezeket, érted. Mert ilyen szempontból azt mondom, hogy megkülönböztetett. Én éreztem azt az iskolába, érted, hogy ott megkülönböztetve voltam. Tají sorodestu pralap maro vide ko. Elamo. Au tají roda murogaja dea. A nehézségekből a tehetség ereje, és a zene tudott valamelyest kiutat mutatni a passzabi Párnógrászt együttesnek, és nem utolsó sorban az Ibrányi Művelődési Központ vezetője, aki készségesen segíti Józsiék munkáját. Igazából mi már ismertük egymást Józsival, hiszen léptek ők már fel itt Ibrányban nem is egyszer, és azzal, hogy ők kinőtték ezt a kis régiót és ezt a megyét is már, és már régen az országot és a külföldi országokat járják, nekik is szembesülniük kellett azzal, hogy nem elég csupán zenélniük, hanem itt mindenféle technikai igénynek meg kell felelni, helyet kell állni, és gyakorlatilag mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi ebben tudunk nekik segíteni, és amikor látták azt, hogy mi őket profin kihangosítjuk és kiszolgáljuk, minden igényüket kielégítjük, akkor ők kerestek meg engem azzal a szándéka, hogy tudnék-e nekik segíteni ebben, és
természetesen nagy örömmel segítek én is, és a munkatársaim is nekik, hiszen mi ezt megtehetjük, hogy a technikánkkal és magával a infrastruktúrális háttérbázisunkkal segítjük őket. Én büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy itt vannak, és közel vannak, és további sok sikert kívánok nekik, és szeretnék nekik még nagyon sokáig segíteni. Valami tüsse, valami ilyen csihely-puhely. Menni, de muszáj menni. Hey, de mit fog a családó menni? De ha én nem fogok dolgozni, de mit fog a családó menni? Hey, de ha én nem fogok dolgozni, de mit fog a családó menni? Tempo! Hey, de tartozok én a kocsmába. Hey, de ki lesz liter borárában? Ja, Istenem, hogy adja meg, hogy az asszony ne tudja. Zárd el! A kezdetekkor, hát lényegében anyám kovácsolt ezt össze, ezt az egész dolgot. Ő ütött minket, vágott. Én Horváth Pistának, Éva húgom, Bangó Margitnak a második CD-be a képek pont ott vannak, és akkor fel kell, hogy léptetek, és ebben a dologgal indult el, hogy otthoni kultúrházas dolog, aztán kikerültünk szomszéd faluban, másik faluba, és akkor ide elkezdtünk, aztán elkezdtünk egy megyékre járni, és végül elértünk oda, ami most vagyunk, hogy most már egy országról járunk. Szépen kinőtte magát. Pistivel azt hiszem, hogy a Fonóba találkoztunk először, valami lemezfelvétel volt, de nem tudom, a születésnap, én arra emlékszek, hogy valami fiú kiment táncolni, és a Pisti felállt, felrúgt így a széket, oda ment a lábbal, azt elkezdtek elázni a lábbal. És onnantól kezdve azt mondtam, hogy ki az ugye. Az nem igaz, mondom, ezt cigányok se csinálják meg. És onnantól kezdve jó az én emberem volt, onnantól kezdve barát, hogy, és onnantól kezdve gyere le nálunk, és akkor jött, és akkor összejöttünk, és akkor nem tudsz egy jó cimba, most nem tudsz egy jó ilyet, egy olyat, és akkor dehogy nem hozok. És akkor elkezdte hozni Balást, elkezdte hozni Makó Petit, és akkor mindig úgy összejöttünk, amikor lehetőség volt nálunk, és akkor elkezdtünk ott zenélgetni. Volt úgy, hogy úgy tele volt a ház, hogy egy szeget nem lehetett lejteni, de attól függetlenül nagyon jók a muzsikáltunk. Józsiék hozták a saját maguk vidékéről származó utákat, abból rengeteget tudnak, de őket mindig is érdekelte az, hogy Erdélyben a cigány zene az milyen fajta. Mivel mi népzenével foglalkozunk, nem lehet külön választani, hogy magyar népzenével, román népzenével, cigány népzenével, ezért mi gyűjtünk rengeteget. Tehát rengeteg olyan zenét vettünk föl, ami neki rendkívül érdekes volt. És hát mikor először játszottam ezeket a nótákat, akkor odajött Józsi hozzám, és hogy mik ezek, honnan vannak, és hát mondtam, hogy gyere, ülj be az autómba. Aztán megmutatom, és akkor beültünk, mutattam neki Csávásit, Palatkait, Temesvárt, tehát rengeteget, tényleg nagyon sok. És onnantól kezdve megindult egy zenei fosztogatás, mert mondom, ezeket a felvételeket Józsi elvette az összes tőlem, és amikor lementem legközelebb Passzabra, akkor mutatta nekem, hogy ezt tanulta meg. Hát mondom, Józsi, te egy az egyben megtanultad annak a
zenéjét, hát mondom, ilyet nem lehet csinálni, azt mondja, miért, hát ti is ezt csináljátok, nem? És akkor úgy elkezdtem gondolkozni, hogy tényleg ezt csináljuk. Tehát mi is megtanuljuk valamilyen tájegységnek a zenét, és mi is azokat muzsikáljuk. De ami nekem nagyon tetszett Józsiba, hogy mindig megtartotta a maguk világát. Tehát nem akart ő soha csávási zenész lenni, nadara lenni, nem akart ő soha guca lenni, de nyilván tetszett neki ez a zenei világ. Nagyon sok mindent lehet tőle tanulni. Például, amit meg lehet tanulni Józsitól, egy zenekar vezetését. Ez az ember úgy nem gondolja át igazából, de ez tényleg létező dolog. Ha feláll 8 cigányzenész egy színpadra, ott kell lenni egy vasmarok embernek, aki összefogja az egészet, és ezt is meg lehet tanulni. Tehát, mint a régi világban egy prímás, Józsi olyan ebben a zenekarban. És ezt nekünk is meg kell tanulni, hiszen alapjában véve mi, amit muzsikálunk, mondjuk az autentikus magyar népzenét, azt is cigányok játszották, és ott is volt egy prímás, tehát a kettő között igazából nincs különbség. És az, hogy életközelben is találkozol olyan emberekkel, akikkel mondjuk Erdélyben nem találkozhattam, mert meghaltak. Magyarországnak mindig is volt egy ilyen problémája, hogy a vidék az mindig, tudom, vidék. Nekem is ugyanígy volt, mikor Kárpátaljáról Debrecenbe kerültem muzsikálni, akkor azt mondták, hogy nagyon ügyes vagy, de hát azért ne felejtsd el, hogy te kárpátaljai vagy, és Debrecenbe azért itt másképp muzsikál. Jó, ott hullogtam évekig. Fölkerültem Pestre, akkor azt mondták, hogy te ügyesen muzsikálsz, de hát azért te Debrecenbe jöttél, nem? Hát mondom, Debrecenből igen. Hát azért hallgass meg, hogy Pesten hogy muzsikálnak. Tehát mindig van egy ilyen dolog, és egyszer csak érkezik egy párnográszt, aki muzsikál lehet, és az emberek le vannak döbben, hogy kik ezek. És az azért van, mondom, mert az otthoni ízt hozták el, a föld szagát. Benne van a zenében. Adunk egy kis zenét nektek, mondjátok! Hey, nem tudjátok, hogy ki vagyok. A mukinak a fia vagyok. De ránézek a hosszú nyelvű késsel, összeszólak, összevág a beleteket. De ránézek a hosszú nyelvű késsel, összeszólak, összevág a beleteket. Mondjad, hé! Ülge van a kis passza, mutat te! Tempo! Hely nincsen, aki kiássa, kiássa, hogy egy fiú társadra meg a pára, mert ülge van a kis passza, mutat te! Hamukinak a fia vagyok, de ránézek, hosszú nyelvű késsel, összeszúrnak a szavágot a nevet. De ránézek, hosszú nyelvű késsel, összeszúrnak a szavágot a nevet. De csinálj, csinálj, de jó csinálj, majd összek neked tárinkát. De ránézek, hosszú nyelvű késsel, összeszúrnak a szavágot a nevet. Én igazából mindig arra törekedtem, hogy azt szeretném, hogy azt a mulatságot elhozni, ami mi nálunk szokott lenni, tudom, amikor van egy lagzi vagy egy keresztelő, és akkor leállunk bulizni, és azt elhozni, és így valahogy közösséggel belemonva, azt átadni nekik, hogy lássák azt, hogy passzabon az emberek, hogy mulatnak. Gyere, babám, húzza ki, ne hagyjál elervadni, ne hagyjál a halastóban meghalni. Gyere, babám, húzza ki, ne hagyjál elervadni, ne hagyjál a halastóban meghalni. Én lassan kocsi is, hogy a kocsi ne rázzon, hogy a babán gyenge szíve ne fájjon. Ne drágon elé, se elé, Aven André! Szabad az Isten dicsérni! Aven nyugodtan! Ale budeme se s těmi čerstvými zásahy, zorasasasí masa, zavolají. Tady nemáš tady zavolají. Kde ty dělo drago, ty? Budeme.
Te egy buzzor szacsi, fordítél a bűnöket. Már nem felesége. Sem a kírve, sem a se. Aki legyen, már a kicsi felesége. Mert nagyon örülök, hogy ti eljöttetek ide, mert hogyha ti ide el nem jöztök, soha nem hittétek volna el, hogy ez az együttes tényleg egy faluba lakik. Igaz, hogy szegényesen élünk, de jó, nyugodtan, szépen. Ami a leglényegesebb. Kezdet én fogva olyan nehéz volt nekünk a külföld, hogy ugyan soha az életünk a Pesten kívül, én tovább nem voltam, meg gondolom ők se. De amikor kijöttünk elsőnek külföldre, megrázott minket a lakosa. Az a távol lét, az a idegen, senkivel nem tudtunk kommunikálni. Azon felül, hogy a Tolmár gyerek, ha nincs ott, senkivel a világon nem voltunk. Meg olyan is volt, hogy magunkra voltunk hagyva, és nekünk kellett elnönteni a sorsunkat, hogy most mi legyen. Összehozni a koncerteket. Minden jó volt addig a percig, ameddig a koncert el nem múlott. Amikor elmúlott a koncert, onnantól kezdve már Honvágy elkapott minket. Balázs Mária Szabrina vagyok, iskolás, 6. osztály és belépésekre járok. Attól félnek sok a cigány nekem. Horváth Barbara vagyok, meg iskolába járok. Álljatok ki, kis baszabi, éreztek álljatok. Ez a Molár János lejt, de kelejjen a lejtik innen a rén. Ugyan káté vilessához áll, amin antre a ti pári javak lejt. Azért, hogy a szívem boldogabb legyen, nem baj, hogyha mindig rosszat csinálom. Én Váradi Mária vagyok, a lánykori nevem a férjes nevem Tóth Ferencné. Hely nem baj, hogyha mindig rosszat csinálod, hely csak azért és szerettel vagy család. Játszok Párokrácsban két éve, tanulok harmonikázni lassan. Nyílva a felsőri magam, és ütlöknék ömör hajat, fegyes imára. Jakocska János vagyok. Négyedikes apuka vagyok, kezdetítő fogva benne vagyok a Páromrász együttesből. Horváth Sándor vagyok, kezdetétől benne vagyok a zenekarban. Olá János vagyok, én is a Páromrász együttes tagja vagyok, én vagyok meg Maris Katalán a legrégebb, ugye? Mind magunk közt, mikor elmegyünk külföldekre, ugye hát akkor szoktunk egymásnak mondani, hogy hát de nem kéne hazamenni, itt kéne nekünk maradni. Akkor mondja János is, meg a Sanyi is, meg mindegyik, hogy igazatok van, maradjunk itten. A másik, hogy na, míg nem maradjunk, mi menjünk hazafele. Hát azt mondom neked, mindenütt jó, de itthon a legjobb. Én most is azt mondom neked, ilyen szegénységben élünk, de még mindig itthon vagyunk. Tudjátok, testvérén, mondjátok! Nada.
Alô, 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 na 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 na